Karmesteri vezénylésre vonult be a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara az Ifjúsági Ház színpadára. Az egyenruhás zenészek a Filharmónia közel hozzuk a zenét ifjúsági programjára érkeztek, hogy egy koncert során ízelítőt adjanak a fúvó zenekultúrájából. Nekem talán ezt tetszik a legjobban eddig. Minden évben eljövünk a körösivel többször is, különböző zenei stílusokat meghallgatni. A mai fiatalok tudjuk, hogy MP3 és a rappelés, amin fölnőnek. Ebben lett azonban van a zenének más dimenziója is, és ők most ezt a dimenziót láthatják. Az 50 perces koncert alatt hagyományos katonai indulók, mese és filmzenék hangoztak el, de arra is jó alkalom volt, hogy különböző hangszerekkel és a katonazenekarok történetével ismertessék meg a fiatalokat. A magyar katonazenekarok elődei azok a török janicsár zenekarokból eredeztethetők. Katonazenekarok létszámáról is beszélünk. A Magyar Honvédségben általánosan 26 fős zenekarok működnek, de hát kitekintünk tőlünk nyugatra és tőlünk keletre, akkor láthatjuk, hogy Oroszországban több száz fős zenekarokkal is lehet találkozni, mint ahogyan az Amerikai Egyesült Államokban is. A Magyar Honvédség díszjelét is megszólaltatták, mely ünnepi eseményeken, zászlófelvonásokon szokott felcsendülni. A Magyar Honvédség zenészei hétfőtől csütörtökig 10 koncertet adnak közel 6000 szegedi általános és középiskolás diáknak.